Tanár? Hát, ugye jó ez, így eddig is azt hiszem, így tartottam. Jó. Jó, jó. Jó. Persze. Beszélhetek is rá, Anett? Jó, akkor most az történik, hogy Bősz Anett képviselőtársam átadta a telefonját, hogy most egy élő sajtótájékoztatót tartunk belülről az MTVA székházából. Gréci Zsolt, Bősz Anett, Jakab Péter, Kóros Lajos képviselőtársaink tartják ezt a sajtótájékoztatót. Tehát akkor egy összpárti sajtótájékoztató az MTVA. Hallgassátok, és akkor a Kóros Lajos MSZP-s képviselő úr fogja kezdeni, utána lesz a Jakab Péter Jobbikból, Bősz Anett a liberálisoktól, és Gréci Zsolt a DK-tól. Szeretném azt előre bocsátani, hogy akik itt bent vannak a köztévé hírstúdiója előtt, azok nem bűnözők. Szeretném nyomatékosan előre bocsátani, annál is inkább, mert a délután folyamán a kerületi jegyzőt is ide beküldték ránk, de erről majd képviselőtársam fog a későbbiekben beszélni. Mi azt a feladatot látjuk el, amire megválasztottak bennünket. Parlamenti képviselők vagyunk, és a képviselői feladatainkat látjuk el még ebben a székházban is. Mi azokat az embereket képviseljük, akik bennünket ide küldtek, pontosabban a parlamentben küldtek, de a feladatunk az is, hogy a független médiának érvényt szerezzünk. Most egyébként én azt látom, hogy már a fideszes szavazókat is mi képviseljük, mert a hazugsággyárral nem álltak le, ahogy halljuk, a kormányzati média mindenféle blöfföket és torzításokat ad közre. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, és arra szeretnék mindenkit kérni, hogy kísérjék figyelemmel ezt a sajtótájékoztatót, és képviselőtársaim is el fogják mondani a véleményüket. Hát nagy szeretettel köszöntelek akkor ismételten benneteket. Egyetlen egy hivatalos kamera van egyébként jelen a köztévének a kamerája, de az nem kerül adásba. Ez mindent elmond a köztévének a mai jellegzetességeiről. A diktatúra egyik épületében vagyunk, ahol az álhíreket többsoros jelleggel védik, nem csak 90 milliárd forinttal, de fegyveres biztonsági őrökkel is. A kérdés persze, hogy miért vannak itt fegyveres biztonsági őrök, ha egyébként bűnözők itt a köreinkben most úgy tűnik, hogy nincsenek, lehet, hogy odabent persze vannak. Az viszont tény, hogy a fegyveres biztonsági őrök honlapján szereplő dokumentum szerint a fegyveres őrök a belügyminisztérium utasítását kötelesek végrehajtani. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy a képviselőkre a belügy fegyveres őröket küld, hogy korlátozzanak bennünket a képviselői jogaink gyakorlásában. Miközben egyébként én szeretném a jogaimat gyakorolni, ennek érdekében rendőri segítséget kértünk, de a rendőrség kétszeri telefonhívás ellenére sem érkezett meg. Úgyhogy úgy tűnik, hogy védik a hamis híreket olyannyira, hogy hiába szeretnénk volna beszélni a hírigazgatóval, hiába kerestük a hírigazgató helyettest, hiába kerestük a főszerkesztőt, a felelős szerkesztőt a mai híradónak, senki sem akart velünk szóbálni, akkor ott elvileg ez egy nívódíjas tévé, tehát nekik büszkének kellene lenniük arra, amit itt készül. Úgy tűnik, hogy nem büszkék rá, szégyellik azt, hogy hazudniuk kell, szégyenérzetük tehát van, félelemérzetük viszont nincs, hiszen továbbra sem akarják beolvasni a tüntetők 5 pontos petícióját, ami azt jelzi, hogy semmibe veszik az embereket, tehát nem marad más választása, mint tüntetni emberek, tüntetni 6 órakor gyertek. Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, leginkább azoknak a nevében, akik már tegnap este 11 óta itt vannak a székházban, és nem hátrálnak. Vannak itt még ilyen képviselőtársak, és természetesen azokkal együtt vagyunk itt most már, akik a mai nap folyamán érkeztek. Velük sem hátrálunk. El kell, hogy mondjam, hogy itt nagyon sok jogsértést követtek el ellenünk. Voltak egészen nyilvánvalóak, voltak kevésbé nyilvánvalóak, voltak olyan helyzetek, amikor vitába bonyolultunk itt az MTVA munkatársaival, de az azért egy egészen elképesztő helyzetet eredményezett, amikor azt láttuk, hogy Óbuda Békásmegye jegyzőjét beengedték minden további nélkül kollégáival együtt a székházba. Ugyanakkor azzal a jelenséggel találkoztunk, hogy nem engedtek be országgyűlési kollégáinkat, képviselőtársainkat ide, képviselői igazolmánnyal. Egyébként ezt az igazolványt valami fajta menlevélként mindjárt magunkkal hordjuk itt, akármerre is megyünk, hogy biztosítva legyen legalább ebben a kicsi térben a szabad mozgásunk, úgyhogy jelentkezünk még. Csatlakozva az előttem szólókhoz azt tudom mondani, hogy a törvénysértések ellenére, amelyek itt folyamatosan érnek minket és rajtunk keresztül mindazokat a
mint azt a sokaságot, amelyik minket ide megválasztott, vagy az országgyűlésbe, és azt kell, hogy mondjam, ezek nem voltak kevesebben, mint ahányan a Fideszre szavaztak. Itt azt látjuk, hogy ez a Fidesz nevű képződmény, amelyik egy csalással kiszegélyezett választáson megkapta a szavazatok egyharmadát, a parlamentben kétharmadot próbál csinálni, és úgy csinál, mintha az egész országban is a háromharmad az övék lenne. Épp itt az ideje, hogy Magyarország felemelje a szavát, és megmutassa azt, hogy az ellenállásnak van értelme, és mostantól nem arról beszélgetünk egymás között, hogy a rabszolgatörvény, meg a kivándorlás, meg az oktatás, meg az egészségügy, az egész Orbán rendszert kell lebontanunk. És 6 órára mindenkit sok szeretettel várunk ide a Kunigunda utcába. Yes. Mindenki öltözön nagyon melegen, mert rettenetesen hideg van, de lélekben mi is ott leszünk, sőt lehet, hogy nem is, talán csak lélekben. Sziasztok! Szerdán azt mondtuk, hogy új ellenzék született, és azóta ezt az ellenzéket tűzzel, vassal, vagy legalábbis gumibotokkal és könnygázzal kovácsolták össze. Most pedig úgy tűnik, hogy egy csapatépítő tréning részesei vagyunk, egy házfoglalás részesei vagyunk, és teljesen egyértelmű, hogy ma már az ellenzéki pártok képviselői, a független képviselők, vagy a parlamenten kívüli ellenzéki pártok és a szakszervezetek, a civil szervezetek együtt állnak ki ilyen sajtótájékoztatókra, egyéb tájékoztatókra, és ülnek le tárgyalásokra. Most mi itt 3 órakor tartjuk ezt a tájékoztatót a benti helyzetről. Másfél óra múlva odakint egy nemzetközi sajtótájékoztató lesz a pártelnökök részvételével, és talán nem árulok el műhelytitkot, hogyha azt mondom, hogy ezután sem fognak szétszéledni, hanem folytatódik az az egyeztetés, amit egész nap akkor is, amikor itt éppen nem akciózunk, telefonon, e-mailen, chaten, stb. Keresztül folytatunk egymással. Az új ellenzék megszületett, erejére ébredt, tudatára ébredt, és hogyha ti is kijöttök ma este 6 órára ide a Kunigunda utcába, akkor azt is megmutatjuk, hogy sokkal erősebbek vagyunk, mint a hatalom, amelyik most összecsinálta magát, defenzívában van, védekezésre kényszerül, és az biztos, hogy hamarosan meg is fog bukni. Csak rajtatok múlik, úgyhogy osszátok meg a rabszolgatörvény elleni tiltakozás, a NER elleni tiltakozás híreit, eseményeit. Gyertek ki minél többen, szervezzetek ti is eseményeket a saját lakóhelyeteken, csatlakozzatok a szakszervezetekhez, a pártokhoz, a helyi civil szervezetekhez, és együtt le tudjuk győzni őket. Köszönjük szépen nektek! Köszönjük! Közben itt van Varjú László barátunk, aki Dután is köszönjük. Mi történt? Szuperbe! Köszönöm, hogy néztetek bennünket! Köszönjük! Jelentkezünk még! Sziasztok! És igen, igen, látom itt a kommentek között is, hogy várjuk nagyon nagy szeretettel Papp Dánielt, de megmutatom, úgy tudom, hogy az Index egyébként megmutatta már őt, de igen, gőzerővel várjuk Papp Dánielt, és reméljük, hogy meg is érkezik. És nagy szeretettel várunk benneteket ide, most már csak 3 óra van hátra. Annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akik nevében elsősorban köszöntöttelek benneteket, ők még Kunhalmi Ágnes és Varjú László, velük vagyunk itt gyakorlatilag az első pillanattól kezdve. Tegnap este 11 körül érkeztünk a székházba, és egyébként azt megelőzően 3-kor kezdtünk el tüntetni, úgyhogy bízunk abban, hogy minél többen leszünk, és abban is, hogy a békés, de határozott tömegnek az ereje lesz az, ami megmutatja ennek a hatalomnak, hogy itt a vége. Sziasztok!